Galga Hévíz 10 éve elhunyt díszpolgáráról, egykori plébánosáról, Nagy Árpádról egy könyv jelent meg a nyár végén Balázs Gusztáv szerkesztésében, Bankó László kiadásában. A kötetben közel 100-an vallanak Nagy Árpádhoz, a nagybácsihoz, a plébánoshoz, az egyházhoz, a díszpolgárhoz való viszonyukról. A Lelkipásztor című könyv nem csak prépost úrnak állít emléket, egy kicsit szól a galgahévíziekről is, de nem csak nekik íródott, hanem érdekes olvasmány lehet az egész Galga mentén élőknek. Ön mikor találkozott a prépost úrral? Hány éve történt az első találkozás? Hát már gyerekkoromtól kezdve, igazából több mint 40 éve ismerem a Árpád atyát. Mi csak így hívtuk, nem mondtuk prépostnak, esperesnek, csak Árpád atyának. És ez a kapcsolat igazából komolyabbá akkor vált, amikor gimnazisták lettünk, és a helyi plébános Ormai Imre atya, kartali plébános mindenhova vitt bennünket, Paja János turai plébánossal együtt, hiszen egy faluból valók vagyunk, és ezért mindig találkoztunk a papi találkozókon, még vacsorákon is a Árpád atyával, és így egészen közel kerültünk hozzá, hát különösebben, amikor már pappá szenteltek, akkor különösképpen közel voltunk, volt is egy időszak, amikor ebben a 60-i kerületben voltam, mint káplán, és ezért nyilván közelebb is voltam hozzá. Plébánosként ön hogyan fogalmazná meg azt, hogy ön miért is érdemelte ki ezeket az elismeréseket az egyház részéről? Hát elsősorban azért, mert teljes egészében a hivatásának élt, hiszen csak az volt számára fontos, hogyan, miképpen szolgálja az embereket, és az emberekben az Istent. És ezért én úgy gondolom, hogy méltó mindig megemlékezni rá, hiszen valóban sokat lehetett tanulni, és a környék papsága is mindig fölnézett rá, tisztelettel vette körül, és tanult tőle. Én is sokat tanultam tőle, az alatt a pár alkalom alatt is, amit közvetlenebből találkoztunk. Az ön tudomása szerint, akár az elmúlt évtizedekre is visszatekintve, a Galga mentén itt Iklattól Kartalig, Bagonát, Turáig jelente meg korábban bármilyen kiadvány plébánosról? Hát ilyen jellegű kiadványt biztos, hogy nem ismerek, és nem is tudok arról, hogy különösebben így megemlékeztek volna egy-egy plébánosról. És nyilván azért is, mert amíg ő Galgahévízen esperes volt, addig ő kiemelkedő személyisége volt a kerületnek, ennek a Galga mentének, és azt gondolom, hogy most is méltó arra, hogy megemlékezzünk rá. Nagy Árpádnak a Galgahévízen eltöltött 43 éves lelki pásztor szolgálata és példamutatása az egész falu közösség előtt mintaértékű, melyet a nem hívő polgárok is elismernek. Írja kiadói gondolatai között Bankó László. Televíziónknak adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy olyan magas katolikus személyiségek tartották fontosnak elmondani gondolataikat a könyvben, mint dr. Bér Miklós, váci megyéspüspök, Katona István nyugalmazott egri segédpüspök és P. Kozma Imre atya, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója. Ez a gondolat először bennem merült föl, mert úgy gondoltam, hogy egy olyan nagy formátumú egyéniség volt Nagy Árpád prépost úr, aki betöltötte a falu életében az igazi vezető szerepet. Nem csak a spirituális élet területén, hanem a közélet területén. Ő a elhivatottságát, a lelkipásztori szolgálatot, ha szabad ilyet mondanom, nagyon-nagyon profi módon képviselte, mert a hitét cselekedeteiben, élete minden mozdulatában megélte. És igyekezett a Jóisten szolgálatán keresztül a galgahévízi emberek lelki üdvét is támogatni, boldogítani az itt élő embereket. Régebb óta foglalkoztat ez a gondolat engem, már 2006-ban a galgahévíze érkezésének 50. évfordulá, és szerettem volna egy méltó megemlékezést, de most jött el annak az ideje, hogy egy könyvformátumban tisztelegjünk az ő emléke előtt. A galgahévízi katolikus értékrend, amelyet ő képviselt, azt gondolom, hogy nagyon fontos a település életében. Engem is ő indította el a kereszténység útján, mint hogy nagyon sok galgahévízi ember, és
úgy gondoltam, a lelkiismeretem akkor nyugodt, hogyha az ő emlékét egy könyv formátumban is megőrizzük. Hál' Istennek ehhez a falu népe maximálisan partner volt, és közel 100 galgahévízi ember nyilatkozott ebbe a könyvbe, mondta el élményeit, emlékeit Nagy Árpád prépostorról. De megtiszteltetés az is számunkra, hogy Bár Miklós püspök atya is leírta gondolatait, Katona István püspök atya Egerből, aki személyesen jól ismerte őt, és Kozma Imre atya, aki szintén a családdal volt jó barátságban, egy nagyon-nagyon kellemes és szép megemlékezést tett. Mit hagyott örökül Nagy Árpád a galgahévízieknek? A galgahévízieknek ő volt a kereszténység megtestesítője. Sokan fogalmaztak úgy a könyvben, hogy ha szabad a Jóistent picit is, és nagyon idézően mondom, behelyettesíteni, neki Nagy Árpádot jelentette. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ez évben avatott a katolikus egyház szenteket, ha jól meggondoljuk, galgahévíz szentje Nagy Árpád prépostúr. De azon kívül, hogy az ő személye mindenkivel egy kedves, barátságos ember volt, azt a szellemi örökséget, amelyet maga a kereszténység jelent, hogy a szeretet módján, a szeretet közösségben kell megélni hitünket, és így kell beszélgetnünk és élni egy falu közösségbe, ezt ő nagyon-nagyon nagy mértékben jól képviselte. És ebbe példát mutatott nem csak galgahévíz népének, hanem a környezetébe, a galgamente népének. Ő több olyan társadalmi folyamatban vállalt szellemi védnökséget, amiről tudta, hogy hosszú távon a keresztényi értékrend mellett, de az emberek lelkének boldogságát, üdvözülését szolgálja. Kinek ajánlja ön ezt a könyvet? Hát én természetesen azt gondolom, hogy idővel minden galgahévízi család könyves polcán ott lesz, de szeretettel ajánlom mindenkinek, akinek fontos egy a keresztényi szemlélet, a keresztényi értékrend, és mindenkinek ajánlom, aki csak kellemesen szeretne olvasgatni egy emberről, aki az emberhalászi mesterséget, amelyet mint lelkipásztor a tökéletes szintre fejlesztett, és ezáltal ő olyan élményekhez fog jutni, több ilyen barátom van, aki már elolvasta és nem galgahévízi, hogy hol mosolygott, hol a könnyei csorogtak, mert prépostúr igazán egy keresztény ember volt. 300 példányban adtuk per pillanat ki, hál' Istennek jól fogy a könyv, galgahévízen nálunk lehet kapni a lakáson, és még egy-két embernél, aki szeretettel felvállalta és segít az értékesítésbe, de Turán, Bagon, Hévízgyörkön, a plébánián is lehet kapni. Jövőre 2015-ben Nagy Árpád születésének 100 éves évfordulójára galgahévízen megemlékezéssel terveznek adózni majd a plébános emlékének.